Sziasztok, Dóri vagyok, ez az Vélemellém könyves csatorna, és ma szép borítós könyveket fogunk nézegetni. Tartsatok velem! Dobis póló! Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy készítsek-e karácsonyi tematikájú videót a csatornára, viszont én ebben az időszakban nem igazán szoktam karácsonyi könyveket olvasni, így ez gyakorlatilag elég hamar kipontozódott a miről készítsünk videót listámról, és úgy gondoltam, hogy azért valami picit könnyedebben fogyasztható tartalmat szeretnék nektek hozni karácsony hetében, és ki az az ember, aki nem szeret a könyvespolc előtt állva gyönyörködni azokban a kötetekben, amiket imád. Mert én nagyon sok időt töltök ezzel, hogy egyszerűen csak végignézem azokat a könyveket, amik már külsőségben is magával ragadnak engem. Szóval összeválogattam nektek néhány olyan könyvet, amiket nálam szinte kizárólagosan a borító adott el, valamelyiknek a tartalma is nagyon tetszett, valamelyiknek már picit kevésbé, de szeretném megmutatni nektek, melyik azok a könyvek, amik szerintem nagyon-nagyon-nagyon szépek. Kezdjük is talán ezt a felsorolást azzal a könyvvel, ami magát az ötletet is adta nekem igazából, ez pedig Markus Zusektól a könyvtolvaj, amiből nekem ez az angol nyelvű kiadás van meg, és amikor láttam, hogy ez a könyv kapható egy ilyen típusú borítóval, akkor eldöntöttem, hogy nekem erre lesz majd szükségem, mert szerintem csodálatos, nagyon szép. Őszintén nem emlékszek, hogy egyébként a belseje milyen. Az sima fekete. Nagyon megtetszett ez a könyv, amikor tényleg így megláttam, és biztos vagyok benne, hogy ezt valamikor azért a jövő évben szerintem el fogom olvasni, de hogyha érdekel titeket a könyvtolvajnak a története, akkor melegen ajánlom Eszternek a videóját róla, ezt be fogom mindenképpen majd nektek linkelni, nézzétek meg. A következő könyv az igazából csak egy példa arra, hogy mennyire szeretem ezeket a kiadványokat, ez pedig Szerb Antaltól az Utas és Holdvilág. Nekünk ez a könyv két kiadásban van meg, eredetileg nem ebben volt, de amikor megláttuk a férjemmel, akkor nem igazán tudtunk neki ellenállni, mert nem nagy vallomás, de én imádom a helikonos kiadásokat, ahogy ezt is, meg a skarlátbetűt, meg az összeset. Én nagyon örülök annak, amikor ilyen minimalistábra veszik a figurát, és a helikonos kiadások erre nagyon-nagyon jó példák, mert tényleg az összes fantasztikusan jól néz ki. A következő könyv az egyik kedvenc íróm könyve lesz, ez pedig most keltenítettől a Horgonyhely. Ennek a borítóját Marcella Bolivar munkája alapján készítették, hogyha megnézitek, akkor maguk a részletek azok, amik miatt igazán csodálatos ez a borító, pedig nekem elsőre nem is nagyon tetszett, de amikor jobban megnéztem, akkor rájöttem, hogy mindennek jelentősége van, és tényleg nagyon jól passzol a betűtípus, a kép hangulata, a színek, minden nagyon-nagyon jó a történettel együtt is. Szóval ez egy fantasy könyv, mindenképpen ajánlom elolvasásra is, de csak simán nézegetésre is, mert nagyon-nagyon szép. Én nagyon szeretem a Librinek a díszkiadásait, és ezért mindenképpen szerettem volna elhozni egy olyan könyvet is megmutatni nektek, ami nekem az egyik kedvencem. Ez pedig Gerdonyitól az Ida regénye, ami egy ilyen nagyon finom színvilággal, ugye egy női sziluett látható rajta, aki nyilván Ida, és elég jól megragadja a könyv hangulatát is a borító. Most ez olyan, hogy nem is emlékszek, hogy a belseje. Ja igen, az egy ilyen nagyon kis, sima, letisztult könyv, borító, és igen, ez egy nagyon kedves Gárdonyi kiadványom, egyébként illusztrált is, de ezt már biztos mutogattam korábbi videókban is, és hát egyszerűen csak szép. Jó ránézni. A következő könyv egy történelmi regény lesz, és szintén egy számomra nagyon kedves írótól, ő pedig Bíró Szabolcs és a Non Nobis Domine, ami az Anzsuk sorozatának az előzmény története, illetve előzmény történetei, és nem tudom, tehát nekem ez is egy olyan borító, ami egyszerűen csak nagyon jól megragadja a lényeget,
fantasztikusan jól néz ki a lovaknak a kidolgozása, a pajzs, ahogy előtérbe kerül ezzel ugye, a fehér alapon vörös keresztel, és ettől nem is kell rá több. Tehát ez megmutatja, hogy ez a sztori, akarod vagy nem. Persze nyilvánvalóan ettől sokkal-sokkal mélyebb maga a történet, de szép. És tudom, ebben a videóban rengetegszer el fog hangzani az, hogy szép, és biztos, hogy lesz olyan, amikor nem is igazán tudok más egyebet hozzáfűzni, de én szeretem őket nézegetni, remélem ti is. A következő egy olyan könyv, amiben belsőleg én egy picit csalódtam, de ez nem van le annak az értékéből semmit, hogy maga a kiadás úgy egészében fantasztikusan jól sikerült, ez pedig Alix E. Harrow-tól a 10.000 ajtó. Ez egy, azt hiszem kreatív papírnak hívják, amire ezt nyomtatták, ezt a borítót, nagyon érdekes mattos tapintása van, és egyszerűen csak gyönyörű ezekkel a virágokkal, magával, hát az ajtónak a megjelenítésével, és a hátulja is egyébként. Ilyen egyszerű, de nagyszerű. Na már most a következő egy könyv, az 3, ugyanis egy trilógiát fogok nektek megmutatni, aminél nálam abszolút a borító adta el a könyvet, és én emiatt is éreztem szükségét annak, hogy a polcomon tudjam. Valószínűleg a közeljövőben többször is fogtok találkozni ezzel a könyvvel majd a csatornán, mert engem nagyon meggyőzött, és nagyon mélyen érintett maga az egész világépítés, de nem is húzom inkább az időt, megmutatom nektek. Ez William Gibsonnak a Sprawl trilógiája, amit nem biztos, hogy jól ejtek ki, de így nagyjából gondolom hasonlóan kell kimondani. Ez az első rész a Neuromancer, ami szerintem nagyon szép. A második része a Count Zero. És ezeken már alapban látszik a borítókon, hogy ez egy ilyen cyberpunk történet, talán még esetleg steampunkra lehetne asszociálni belőle, de nem, ez egy cyberpunk történet lesz, egy nagyon, nagyon fontos mű a sci-fi irodalomban, és a harmadik rész pedig a Mona Lisa Overdrive. És valamiért engem ezek a borítók annyira elkaptak, hogy tényleg, ahogy mondtam, amikor megláttam, akkor biztos voltam benne, hogy nekem ezt olvasnom kell, pedig mi akkor nem is voltam tisztában azzal, hogy mekkora jelentősége van ezeknek a könyveknek a sci-fi irodalom színpadán. Ennyi lett volna már ez a kis rövid videó, remélem, hogy tetszettek nektek ezek a borítók és könyvek. Hogyha van nektek is kedvenc kiadásotok, akkor írjátok meg mindenképpen hozzászólásban, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik azok a vizuális elemek, amik nektek tetszenek. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Jövő hétfőn újra találkozunk, és természetesen kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek. Sziasztok!